Egy ízig-vérig lokálpatriótától búcsúznak Pest erzsébetiek, 69 éves korában elhunyt Szedlacsek Ferenc. A város önkormányzata 2008-ban a Pest erzsébet mecénása címet adományozta neki, aki a hazai energiaipar egyik legnagyobb kiadójának tulajdonosa és ügyvezetője volt, kezdettől részt vett a Pest erzsébet Soroksár közrendjéért és közbiztonságáért alapítvány munkájában, és ismerték a Pest erzsébeti szabadidős civil egyesület létrehozójaként, motorjaként is. Az ESTV-ben sugárzott interjúiból készült rövid válogatással emlékezünk meg Szedlacsek Ferencről. Ez a szervezet gyakorlatilag Pest erzsébeti szabadidős civil egyesület. Ez a hosszú és rövid nevünk egyben. Ez a szervezet gyakorlatilag felvállalta azt, hogy korhatártól függetlenül képviseljük a kerületben lakókat, próbáljuk összefogni őket, nem csak sport és kulturális területen, hanem egy kis jótékonykodásra is próbáljuk őket ösztönözni. 66 éves vagyok, ennyit lehet rólam tudni. Azon kívül, hát szeretem, van a hobbiaimat is, akkor elmondom. A fő hobbim az a búvárkodás, tehát azt most már elég régóta űzöm, több mint 20 éve. És az az egyik fő hobbim, a másik a lovaglás, az is egy régi hobbim. Hát ezekre egyre kevesebb időm van, de azért ezeket is űzöm. És hát szívesen csinálom ezt, amivel most foglalkozom. Természetesen van még egy dolog, amivel törődök, hogy úgy mondjam, az az ügyfélszolgálati konferencia, amit már 12 éve rendezünk folyamatosan. Ez az ügyfélszolgálati konferencia valamennyi, tehát egy országos rendezvény, ahol valamennyi olyan cég részt vesz, akiknek ügyfélszolgálatuk van, és itt megfelelő okítást kapnak a 3 nap alatt arról, hogy mi a legújabb trend, és mi a legújabb helyzet az ügyfélszolgálat idején. Igazából az elmúlt időszakban, ezt megelőző időszakban inkább így mondom, egy KFT-nek voltam a vezetője, az energetikai kiadó non-profit KFT-nek, ami gyakorlatilag az energiaipar teljes területét felölelte, a villamos energiától, a gázenergián, az atomenergián keresztül, a megújuló energiákig. Ez egy sikeresen működő vállalkozás volt 1996-tól, ezért egészen 3 évvel ezelőttig, amikor megváltoztak a koncepciók, nem akarom mondani, hogy az államosítás felé ment, de végül is ez az igazság. Tehát az államosítás irányába hajlott el ez a dolog, és ezáltal a támogatottságunk jelentősen lecsökkent. Emiatt nem tudtunk és nem is tudunk kiadványokat kiadni, mert lecsökkent a cégek száma is, akik támogatást nyújtottak ezekhez. Kiadtunk olyan könyveket, mint a Magyar Elektrotechnika Nagy Alkotásai, a Nagy Alakjai, ami hiánypótló könyv volt, mert ilyen még nem jelent meg soha, de most megjelentettük, nem most, akkor megjelentettük. Aztán megjelentettük olyan könyveket, mint a méréstechnika könyv, ami a villamos energiamérés és a gázenergia, valamint a távhőmérés kérdéseivel foglalkozik. A mai nap arról szól, hogy a kerület bejáró nyugdíjasait, tehát itt a Marott utcában bejáró nyugdíjasait köszöntsük a közelgő ünnepek, advent és a közelgő karácsony alkalmából. Ezért a mi szervezetünk, egyesületünk egy kis ajándékkal kedveskedik az itt lévő hölgyeknek és uraknak. Ezek elsősorban az egyesületünk által készített tárgyakból áll. A narancsot, vagyis a mandarint, azt nem mi csináltuk, úgyhogy ez az egy marad, de a többi az a kreatív klubunk által készített tárgyakból áll. Ezen kívül mit mondanék még el, tulajdonképpen mi nagyon kedveljük a kerületi nyugdíjasokat, ez már több rendezvényünkből is kiderült, nálunk is vannak nyugdíjas tagok, akikkel szívesen foglalkozunk, és hát mi úgy gondoltuk, hogy ez az első lépés lesz az, amit konkrétan nem csak magunkon belül, hanem magunkon kívül is meglépünk. De továbbiakban tavasszal folytatjuk ezt az akciót, akkor eljutunk más helyekre is, itt a kerületben, Vágóhíd utcában, a Lajta
nem jut eszembe neve, mindegy a lajta Akkáni utcába, oda is el fogunk jutni, tehát bejárjuk valamennyi ilyen nyugdíjas otthont, ahol hát kisebb ajándékokkal fogunk kedveskedni az ott lévő nyugdíjasoknak. Természetesen mindenkivel tartjuk a kerületben a kapcsolatot, aki társadalmi szervezetek, a pártokkal is, bár mi a pártoktól elzárkózunk, tehát a mi szervezetünk ténylegesen civil szervezet, nem kötődünk pártokhoz, és nem is szeretnénk kötődni pártokhoz a jövőben sem. Csak a szívem szomorú, ha rád gondolok én, szeretlek én.